Sziasztok! Itt Lesi Jomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És tényleg iszonyatosan sok kérés kapok, hogy csatlakoztatok a klánodba, hogyan csatlakoztatok a klánomba, miért nem csatlakoztatok a klánodba, miért nem vettetek be, bla 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 bla. És ezt a videóban, ebben a videóban szeretném tisztázni, csak nektek, csak most. <laughs> szóval, itt lenne a klánocskám, Clash with Jomac néven fut, ugye ezt már valószínűleg észrevehetétek a videóimból. És jelenleg 50-en vagyunk, de történnek olyan dolgok, hogy valaki iszonyatosan rosszul támadt cv vagy új tag, úgyhogy leszűresedés valószínűleg és hogyan is csatlakoztatok ebbe a klánba. Úgy uh, ugye itt láthatjátok, hogy itt nagyon sok mindenki piroson van, úgyhogy kisebb klánvorokat nyomunk sajnos. Hát egy klánvor klán vagyunk, és illetve itt van két tízes szintű játékos, csak akit, akit bevettünk azért, hogy segítsünk nekik a fejlődést. Uh, és hogyha valami olyan tag jön, akit bevennénk, akkor ők sajnos, tehát vagy nem sajnos távoznak. Szóval... Uh, hogyan is otlakoztatok a klánba, itt láthatjátok a klánt. Uh, hashtag 9. júvaló, ju, majdnem jóló. Uh, klánteg majd, hát már félig fél úton fél vagyunk a hetes szintű klánhoz, és nagyon fontos a leírás. Nos, pár ember szerintem nem tud olvasni, és uh, nem tudja elolvasni. Euh, Maxos közeli támol héttől jelentkez, ez ott látható klánba, klán leírásba. De ami a legfontosabb, ott van klán honlap, clashyjomacclan.com Itt található a klán szabályzat, klán követelmények. És van ugye a testvérklánunk a Play with euh, Youtube-on meg ugye a Clash és tud olvasni, de pára nem tudnak akik jelentkeznek. Itt most euh, picit, picit visszatekerek hát ha van ilyen, nem, most nincs, nincs olyan, sajnos most nincsenek ilyen random jelentkezők, ilyen 15-ös szintűek szóval, klán honlap amit uh, most meg is mutatok nektek szóval, itt is lenne uh, a honlap, amiről ugye beszéltem és egyből azt fogad minket, hogy uh, köszöntelek is a kérdését, klán honlapját uh, ugye ez lenne a honlap, itt a cím, ha valaki bizonytalan benne még úgy is, hogy a leírásunkban benne van. Uh, itt a, van négy darab fül, Kezdőlapnál kezdő lapnál itt található egy kis segítség, hogy mit fejlesztek, hogy hogyan hozott helyre az elsőtett falut például, uh, aztán, hogy hogyan használjuk a clash -collert. és uh, itt lennie kéne még pár videónak, de úgy látszik, hogy amikor szerkesztettem utána nem mentettem el, szóval uh, itt lesznek még videók a Clan War támadási stratégiákról, nem sokára amit frissítöm. Itt hogy használják a Crash ez ezt jelenleg nem használjuk, de én szeretném nagyon, hogy használjuk. Öt, itt található a link a Facebook csoportunkhoz, Öt, és igen, hogyha valaki szeretne csatlakozni, mert benne van a klánban. És akkor klán szabályzat. Öt, nos, itt ez a kép szintén megint régi, ezt szeretném frissíteni, ezt nagyon egyszerűen meg tudom tenni. Uh, illetve úgy égő, hogy láthatjátok, hogy kettes a klánnak a logója még itt, úgyhogy ezt frissíteni fogom. És uh, itt vannak a klán szabályok, ugye ez eléggé hosszúnak tűnik, de itt van a donét szabályzat, uh, hogy mit jó donétolni, hogy mit nem lehet donétolni, uh, csak saját szinten kérk az önnek hasonló. Clan War donét szabályzat ugye nagyon fontos. Uh, tehát, hogy ez is nagyon fontos a klánnak, hogy mit. És hát akkor a clan war clan szabályzat. Mi ugye egy clan clan vagyunk, D. És hát akkor itt van a szabályzatunk. És van egy ilyen új tag kipróbáló szisztem. Hát új tag kipróbáló szisztém, vagy hívjuk ahogy akarjuk. Ezt a clashedesek használják. Egyelőre nem nagyon van rá szükségünk, de hogyha valakinél bizonytalanságot érzünk, akkor ezt alkalmazzuk és használjuk. És itt van egy további szabályzat, ez ugye nem nagy cucc, tudja olvasni és iratkozz fel feláll meg ilyen hasonló hülyeségek. Szóval ez a klán szabályzat. Ha belépsz a klánba, ezt automatikusan elfogadod és be kell tartanod, ha... Uh, nem tartott be, akkor uh, ennek következményei lehetnek akár kik is, uh, legfőképp a Clown Wars szabály nem betartásáról, és a káromkodás, meg kult, nem kultúrált viselkedés miatt. Uh, és akkor klán követelmények. Itt van ez nagy betűkkel, ha nem vagy elég erős, akkor irány a Play with uh, És itt megint egy elírás, gratulálok magamnak, ezt javítani fogom egyből utána. Uh, itt van egy ilyen általános információ, ami mindenkinek kell, akinek a klánban van. Minimum TH 7, uh, bocsánatot kérek a gyengébb szintűektől, de őket nem tudjuk elfogadni. Uh, TH 7 plusz, tehát TH 7, TH 8, TH 9 és TH 10 es jelentkezését várjuk. Minimum 2-es sárkány, ami klánvorban támadáshoz szükséges, 200 vagy annál több camp hely minimum, és... Uh, minimum 150 klánvort, és segít, lássuk azt, hogy tudsz klánvorozni, és hogy nem tegnap kezdted a játékot, és kigemelted az egészet. És minimum 5-ös fel kell rendelkezned, ez 7 hétre e, a legfontosabb, de utána már nyilván nincs egy tiák 95 ös szóval, vagy gyengébb. E, és hát akkor a külön Town Hall szintekre és megint amit átírtam, az nincs itt, na mindegy. Uh, szóval elég sokszor frissítem a honlapot, ez most is meg fog történni, uh, és látjuk, hogy Town Hall 7, 55 szint minimum, és 6-os plusz falak, de jobban örülünk, ha már jobban elkezdted a heteseket, és már majdnem ki is maxoltad őket. De Townhall 7, TH8-nál 75-ös szint és 7-es 8-as falak, tehát 6-os falu TH8-at nem veszünk be. 3-as sárkány minimum uh, a Clan Warban támadáshoz, és 3-as hog is minimum. Viszont szóval a 3-as hogot még nem használ. tehát na, 3-as hogot már használhatott Clan Warban, de a 4-estől a ajánlott, és 6-os szintű érdefenzek és tudják kámvolba 3 csillagozni, ez TH7-re, TH8-ra is vonatkozik. TH9, level 85 plusz 8-as falak, és te is tudjál három csillagozni, és ismer olyan stratégiákat, mint például a Golava, amivel lehet háromcsillag, vagy a Surgical Hog Rider Attack, vagy ez a Mass Witch, ha ezek nem mondanak neked semmit, akkor nem köztünk volna a helyet. Tehát, hogy most uh, lehet, hogy 85 szintű vagy és 8 is a falaid, de csak go tudsz, tehát a, és az nem, azon nem lehet három csillagozni, és két csillagos támadásokkal nem tudjuk megnyerni a clan volt. Uh, és uh, az összes Town Hall szintnél nagyon fontosnak tartjuk a katonákat. Tehát nem csak a bázisnak kell ilyen-olyan amolyednak kell lenni, hanem hogy tudjál kánvorban támadni a katonáid is nagyon fontosak. Uh, és ha ezek nem felelnek meg, akkor valószínűleg ezért utasítottunk el uh, Town Hall 10, 95 szint plusz és 8-as falak. Uh, neked nem kell tudnod 3 csillagozni, de masszívan tudják csillagot hozni Town Hall 10-eseken és ne legyél nagyon erre solt. Uh, Nézd meg a klánunkban a ezeket, ha valahogy úgy nézel és szeretnél csatlakozni, akkor, akkor várunk szívesen. Szóval nagyon fontosak a katolák. Tényleg iszonyúan fontosak gyerekek, ha valamelyik feltétel nem feleltek meg, akkor ezért rejektelünk, vagy ezért nem veszünk be a klánba. Itt találta egy link a Youtube-omra, ez szerintem mindenkinek eléggé kézenfekvő. Uh, és itt van egy link a Facebook oldalamhoz, ha valaki ezt nem tudná még, nemrég posztoltam egy párat, ugye amikor ezt frissítettem vettem fel a, ezt a videót, akkor posztoltam pont ezt, és amúgy itt láthatjuk, hogy Clash of Clans Facebook oldala, tehát az a Clash of Clans, amit 14 millió ember lájkol, ők lájkolják az oldalamat. Ó, uh, ez elég jól néz ki, ez a kép, uh, ezt tetszik. Szóval, ja. Ö, és még egy link az e-mail címem. Ö, itt ö, igen, tehát itt látjuk Classic az gmail.com itt egyből, hogyha miért be vagytok regisztrálva, akkor egyből bedobod oda, de akkor ugye nekem e-mailt bármivel kapcsolatban én szívesen válaszolok. Nos, kacok gyorsan frissítettem az oldalt, és ami új, láthatjátok, itt a klánnak a promó videója, amit ide kattintva szépen megnézhetitek, de ezt most nem fogom megnézni, mert én már láttam és én csináltam, úgyhogy ezt megnézhetek itt a klán promó videóját, itt van a kis is és van a klán volt videók egy pár darab, ugye ez a hogyan támadjunk cv th TH8-ként, hogyan három th 7 és egy TH10-es uh, Avengers, uh, uh, klánvorból egy támadás, és itt a klán szabályzatban még annyit írt, nem a követelményekhez, annyit írtam be, hogy leve, tudj három csillagozni és három csillagozásra légy képes TH9, TH8-nál. A th is kell három csillagozni, de ez egyáltalán csak úgy veszünk be, hogyha tudsz három csillagozni TH7-ként, ha nem akkor. és fogok egy ilyen videót csinálni a Play klánból is majd később, de egyelőre csak a saját klánomból, a clash a fő saját klánomból. De szóval, skacok, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy nézétek, remélem mindent el tudtam mondani, és ha van kedved és megfelelsz a követelményeknek, akkor szívesen várunk, és ha szeretnél Clown War videókban szerepelni, és amit én feltöltök YouTube-ra, akkor is. Várunk szépen. <laughs> és a war leges-legjobb támadását mindig feltöltöm a másik csatornámra, ami, amit amúgy, ha nem tudnátok, ha nem tudnátok, akkor itt a saját csatornám, és uh, itt van ez a kis cukiság, vagy uh, itt van a csatornák, uh, nektek is ajánlom, Crash uh, Attack És akkor most újra elkezdtem videókat tölteni, például itt van két órája, két órán, meg egy órája, hát ezt jól elrontottam, nem mindegy, nem így akartam. Uh, szóval ezen van jó pár támadás, iratkozzatok fel nyugodtan, és fel vagyok rá iratkozva, hogy mindig értesüljek, hogy mikor rakom fel a videót. Na mindegy, szóval ennyire van ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek. Pápa, -pá,